A Hévízi Lotus Terme Hotel hagyományos rendezvénye a Lotus Retro, ahol a régi autók és a mai luxus modellek világa találkozik. A nagy közönség előtt is nyitva álló programban az igazi csemegét, a múlt követei, a már megismételhetetlen kategóriába tartozó oldtimerek képviselik. Ez most már a 9. rendezvényünk, és ebben az évben is nagyon nagy volt az érdeklődés. Ausztriából és Magyarországról is érkeztek látogatók és résztvevők is. Hány autót csodálhatnak meg majd a látogatók ezen a két napon? Ezen a két napon több mint 50 veterán autót és 20 luxus modellt is hoztak. A veterán autókról mit lehet elmondani, mennyire széles a paletta? A széles palettát úgy kell érteni, hogy 1911-től egészen 1982-ig vannak veterán autóink. Itt áll mögöttünk éppen egy Rolls-Royce, ez az egyik ékessége a gyűjteménynek. Milyen szenvedély fűzi önt a régi autókhoz? Hát jó magam, gépészmérnök vagyok, és hát tulajdonképpen egy hagyományőrzés, hogy a régi technikát egy kicsit felújítsuk, nosztalgiázzunk. Mikor ez a Rolls-Royce, amivel lejöttek Pestről? Igen, ez egy 1947-es Silver Wright. Milyen karbantartást igényel egy ilyen autó? Gyakorlatilag ez, amikor megvettem, akkor utána egy felújításon részt vett, és véleményem szerint a következő 20-30 évben olajat kell cserélni. Csak ilyen rendezvényekre járnak el vele? Nem. Otthon, amikor hazamegyek, és kicsit ki akarok kapcsolódni, akkor beülök az egyik autóba, ami van, megyek egy kört, és aztán kipihenten, kikapcsolódva hazamegyek. Hányadszor vannak itt a Lotus Retro? 3 vagy 4 évvel ezelőtt voltunk itt egyszer. Jó buli? Igen, kellemes. A szálloda számára üzleti szempontból mennyire jött be a Lotus Retro? Mivel most már a 9. alkalom, így egyrészt nagy gyakorlatunk van benne, teltházas rendezvény minden évben, nagyon nagy az érdeklődésre, és a vendégek nagy része az egyéjszakás tartózkodással választja az itteni rendezvényen való részvételt, bár van olyan opció is, hogy a környékbelieket se hagyjuk ki a kiállítási lehetőségből, hogy vasárnapi kiállítási napra is lehet csak csatlakozni. Egyébként mi a tapasztalat, hogy ez egy jó buli a résztvevők számára, vagy azért egy igazi szakmai összejövetel, hogy megbeszélik a hengereket, a dugattyúkat, a mit hol lehet beszerezni? Szerintem mind a kettő, tehát van ennek egy kicsit társadalmi vetülete is, hogy eljönnek, beszélgetnek egymással, jól érzik magukat, hozzák a családot, és egy gyönyörű hétvégét töltenek el itt a kedvencük, az autójuk társaságában, hiszen ez a hobbiuk, és ezért élnek, ezért jönnek, hogy ezt megmutathassák. És a másik dolog pedig az, hogy mivel egy szakmai zsűri bírálja az autókat, tehát a veterán autók ugye egy szépség versenyen vesznek részt számos különböző kategóriában, a legszebb sárvédő, a legszebb visszapillantó tükör, hogy a legviccesebbeket mondjam, de tényleg komoly szakmai zsűri bírálja az autókat, így ennek abszolút szakmai vetülete is van. Amikor egy nő foglalkozik a szervezéssel, akkor azért azt is meg szoktuk kérdezni, hogy őt saját magát mennyire érdekli ez a téma, mennyire fogja meg az autók világa, mert mégiscsak azt szoktuk mondani, hogy ez a férfiak terepe. Hát először a külső fogja meg az embert, és utána egyre mélyebbre ássa magát, és akkor onnantól kezdve már inkább a belsőre tud rá csodálkozni, úgyhogy nagyon. Veled is megtörtént, hogy az évek során egyre jobban érdeklődni kezdtél a műszaki paraméterek iránt? Abszolút. Én abszolút a betege lettem ennek a történetnek, úgyhogy engem elrabolt már ez a láz. Hogy lett ennek a Cadillacnek a tulajdonosa? Üzleti vállalkozásról vagy hobbiról van szó? Hobbiról van szó. Sokat bújtam az internetet, és úgy találtam, interneten találtam rá. Honnan gyökerezik ez a szerelem? Ez Stephen King Christine című könyve, abban egy 58-as piros-fehér autó van. Mondjuk ugye az egy horrorkönyv, tehát azért nem teljes a kapcsolat, de onnan ez olyan 17 éves koromtól. Mennyiben más ezt az autót vezetni, mint bármelyik mai típust? Alapvetően nem sok különbség van, hát a méretei miatt mindenképpen azért odafigyelést igényel, de szervókormány, szervófék, elektromos ablakok, tehát alapvetően könnyű, csak hát imbolyog egy kicsit. És a családban hogy osztoznak meg az autón? Nagyon könnyen. Én vagyok inkább az autóörült, a többiek meg jönnek velem és utaznak.